Sziasztok! Neudodó vagyok. Na, csá! Boldog vasárnapot kívánok mindenkinek. Hát eljött a hétvége is. Ez nekem rövid hét volt, de nem is baj. Jövő héten dolgozunk, de ne csüggedjünk, jövő héten hosszú hétvége. 3 napos pünkösdel. Nagyon jó lesz. Már alig várom, de ezt a hetet még ki kell bírni. Kinek hogy telt a napja, mi újság, srácok? Hogwarts Legacy-zni fogunk, ahogy a címből is látszódik. Menjünk tovább, ugye a második próba után vagyunk, és csináljuk tovább a feladatainkat. Most fogjuk megtanulni a bombardát, akkor lehet pároztatni a lényeket, azt fogjuk még megtanulni, és hát van itt valami. Ez a tűzés bűn, ez majd kíváncsi vagyok, hogy micsoda, de addig is majd haladunk a sztorival. Devasz, Feri! Na. Vágjunk is bele, és közben akkor mesélek, hogy mi a helyzet. Na. Szerintem. Na nézzük, szerintem először tanuljuk meg a bombardát, vagy nem. Először menjünk a szükségszobájába. Essünk túl rajta, mert az egy szükséges rossz, mert annyira nincs kedvem hozzá. Essünk túl rajta. Na de. Kinek hogy telt a napjaink, képzeljétek el, ma videókat vágtam, meg így feltöltöttem, meg csináltam 2 shortot, azt ki is raktam, csak hogy jó legyen, remélem láttátok és lájkoltátok, meg Robin Williams maraton tartottam, megnéztem 3 filmjét is ma, mi nagyon régen nem tudtam így filmet nézni. De remélem jó, remélem, hogy értékes dolgokat tett hozzá a személyiségemhez, mert nagyon jó filmek voltak. Nagyon régen láttam ezeket a filmeket, és nekem nagyon bejönnek ezek a jellegű filmek. Hát sok minden mondani valójuk volt szerintem még ezeknek a filmeknek. 3 filmet néztem meg Robin Williams-től. A Jó reggelt Vietnámot, Patched Amset, Jacket. Mindegyik nagyon jó film. Na, tenyész 2 recept. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. Már van is thestrálom. Gondoltam rá. Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Aha, jó, ezen javítunk. Most milyen? Most jobb lesz? Vagy a játékon húzzak le? Ezen gondolkozom. Lehet, hogy a játékon húzok le egy kicsit. Mert nem szeretném, hogy torzuljon a hang a videóban. Na, így milyen? Hello? Esküszöm, nem állítok semmit soha. Bekapcsolom, meg kikapcsolom a setupot. Igyekszem, nagyon sokat dolgoztam ezen, hogy... hogy így mindig így bedugom, és akkor jó legyen. De hát látjátok, ez megint csak nem megy úgy, ahogy kéne. Ja, itt van valami kis elírás történt. Miért tekeredett le? Tegnap óta Fizik Ayu iratkozott fel a csatornára, vagy subscribe-olt. Jó, köszönöm.
Majd mindjárt lesz is beszéd. De azért, vagyis legalábbis nem tudom, hogy mitől függ, hogy valakinek látom a feliratkozását itt, meg valakinek nem. Tenyésztő karám, ez meg kell, hogy legyen. Ilyen hülyeségek nem kellenek. Ezek majd egyszer. Jó van. Megyünk. Oxford. Hosszobák. Hűség szobája. Úgyhogy köszönöm szépen nekik. Nem tudom, nektek mi a véleményetek ezekről a filmekről? Robin Williams régi filmjeiről. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Láttátok egyáltalán őket? The Thestrals simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Látogassam meg minket, amikor végzett. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Jó, hát ez nagyon jó. Hoppá! Lett egy harmadik. Elengedhetem az unikornist. Nem? Hát nem tudom. Szerintem még azoknak a filmeknek volt mondani valójuk. Deke never grows tired of the room surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Ő még szerintem tudott. Ők még tudtak csinálni filmet szerintem. Nagyon sokat beszélgettünk a filmekről. Majd áthozom a másik Thestralt is. Át is hozom. Ne rondítsa ott a másikban a levegőt. Így. Itt van azt hiszem a Thestral. Ide még fogok valamit. Akkor I'll look after you. Na. Deppul Ria. Van is peckó? Arra gondoltam, majd a Good Will Huntingot kéne megnézni. Érdekes, mert ennek az a neve, hogy Sepul Shria, a többi, ezek meg Thestralok. Ennek neve van, akkor ezek szerint. Na nézzük. Idézünk egy olyan vackot. Őt is lerakunk. Oda. Ilyen játékot is lerakunk, hogy és kiengedjük. És már benn is van a Thestral. Ott. Hát akkor úgy, én maga lehet azt mondani, nem minden filmjét szeretem, ez tény és való, de ebben van valami, van igazság, amit mondasz. Viszont neki lényegesen volt egy stílusa, ami nekem mindig is tetszett. Persze van olyan filmje, ami nem tetszik. Például a 200 éves ember az nekem például nagyon nem tetszett. De ott is szerintem jót alakított, csak nekem maga a film nem tetszett.
viszont lehet úgy, hogy szerintem rossz egy film, de a színészi munka benne. Van benne színész, aki jó volt, de nem tudta megmenteni a sorozatot, szerintem van ilyen is. Van olyan, hogy jó film, de van benne valaki, aki nagyon szar színész. Mind a kettő szerintem fordul elő. Sajnos. Vagy hát nem sajnos, mert lehet, hogy ettől változatos minden. De most azt mondják, hogy például sokan azt mondják, hogy Adam Sandler rossz színész. Igazad van, vannak jó filmjei, amiben szerintem nagyon, nagyon jókat alakít, vannak bűnrossz filmjei. Legyen most húzunk örömet az egy szarvónak. Hát ez 28 perc még, úgyhogy... Hát addig megyünk egy kört szerintem, mert 28 perc az rengeteg, ezt nem várjuk meg. Üldetések. Menjünk, beszéljünk Sebastiannal addig. Hát azért vannak olyanok, hogy a közvéleményt elolvassa az ember, és azt mondja, hogy nem nézi meg a filmet, de valóban olyan még nem volt, hogy a közvélemény miatt néztem meg egy filmet. Vagyis, hát mondjuk úgy, hogy például ez a rongya, vagy mi volt ez a valami, amit néztem. Na, az például szörnyű volt, abból a szempontból. Hol az a kripta? Még ott, mint hogyha... És hol a mindegy, megyek ide, aztán majd... Majd valahova visz. Na de, az a lényeg, hogy a rongyáról meg azt olvastam, hogy a Gyűrűk Ura szintű sorozat, és nyilván az volt a probléma, hogy ezt elolvastam. Nem kellett volna, mert nyilván úgy vártam azt a sorozatot, hogy na ez végre. Ez kell nekem, ezt vártuk régen. Aztán ránéztem, belenéztem, végignéztem, és hát nem. Nem, nem az. Nem, egyáltalán nem. De amúgy is megnéztem volna, nem olvastam róla semmit. Csak... mert én az ilyen fantasy sorozatokat mindig végignézem, ha valahol megjelenik egy. Csak nyilván így viszont magasak voltak az elvárásaim. Bár mondjuk ez a nulla elvárásomhoz sem volt megfelelő. Tehát... sajnos ez a sorozat még mindig hatalmas nagy nyomot hagyott bennem, hogy mekkora egy fos. De ezeknek a filmeknek szerintem van mondani valója, és így nekem is mindenképpen meg kell nézni. Tehát a Jack ugye arról szól, hogy van egy gyerek, aki születési rendellenességgel születik, és négyszer gyorsabban öregszik. Tehát gyakorlatilag 10 éves korára úgy néz ki, mint egy 40 éves, 17 éves korára, mint egy 70 éves. És hát igen, hogy illeszkedik be, hogy tud iskolába járni, mitől aggódnak a szülei, meg nyilván az, hogy kevés ideje van. Szóval volt mondani valója. A Patch Adams meg... igaz történeten alapszik. Neither the imperious curse nor the killing curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Egyetértünk, persze, hogy használjuk. But casting Crucio was our only option.
And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Ominous sem értené meg. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. Hello, hello. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. Ezt is csak főcímen hozta le valamelyik hírportál, azért olvastam el, és csak a címe. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ott eltűnt. Most beszélnünk kell Ominous-szel. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Hallgatjuk. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. Ominous is egy kicsit visszafordítani. No further. But if you think he might, please let me know. Nem tudom, mindig nagyon nem szeretem ezeket a álljak valaki oldalára, mert attól félek, hogy ugye nem, például nem tudom megtanulni azt a varázslatot, amit szeretnék, mert én például a rossz oldalra álltam. Na merre hekkeztetek? Én nem szeretem a halat. De érdekes lehet. Na nézzünk egy küldetést. A holtak... megtanuljuk. Fog egy dirikolt az elkapzsák segítségével. Azt se tudom mi az, de fogok én neki. Ja, Esztergom, na Szentendrével szembe. Csodál, ki lehet menni autóval, vagy kompozni kell amúgy? Vagy van rá híd, vagy az hogy van? Mert régen mi emlékszem, komppal mentünk. Még ez nagyon régen volt, van ott a komp megálló mellett egy tábor. És akkor ott táboroztunk még egy gyerekként. Ez mi? Ja, hogy ez Újpesten van. Népsziget. De várjál, Újpest mellett a sziget az nem a... ahol a sziget szokott lenni, az a hajógyári sziget, nem? Itt mi van? Ja jó, akkor ide megyünk. Van egy csomó minden, amit meg lehet csinálni.
De lehet, hogy, tehát, hogy én csak most tippelgetek. Nem akarok itt okoskodni, csak hogy... Ne, akkor nem tudom, hogy miről beszélünk. Mert ott az Újpest városkapunál ott be lehet menni valahogy így a híd alá. Ott vannak ilyen szórakozó helyek, de az nem tudom, hogy az mi. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Ha van valami, akkor azt eladom. Szerintem úgy emlékszem, hogy nincs. Nem, hát a Sziget Fesztivál ott a hajógyári szigeten van, ott Újpest mellett rögtön. Rögtön ott van a Váci úti Tesco, azzal szemben. Már kezdődik. És igen, valóban elég sokáig betart, de hogy az egy elég nagy sziget ott. Az a majdnem egészen a Margit hídig elmegy. Vagy az Árpád hídig. Mindegy, ott a hév vonalán már nem sokra rá van. Ha? Na, ez meg is van. De ezt már egyszer elkezdtem. Ugye abból szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy az újpestiek folyamatosan hallják a zenét. Ja, hát én még nagyon... 10 éves voltam, de a hajógyári szigeten sokszor voltam. Tehát még az első kettő szigeten voltam diákmunkán. Most már erre mennek. Még diákmunkásként voltam ott színpadot építeni, meg ilyenek. Na, emberek. A kutya. Tehát égett még, vagy már nem. Akkor várunk egy kicsit. Hát persze, hogy rosszat. De jó, még megint várhatok. Most már csak ő él. Jó, már nem is fog. Mindegy, nem tudom, mert megsebzem, már nem fog élni, szóval ez most nem sikerül. Hol van?
Is van. De ugye akkor ez merre van amúgy? Mondasz valami bizét? Hely nevet? Vagy hogy ez hogy kell megközelíteni? Mert úgy érdekelne. Hát ha van ott normális kaja is. Arra akkor. This could prove dangerous if you're not careful. Ilyen kis izék. Hát ez... Assignment's all finished. De. Confringo! Confringo! És nem néztem meg, hogy nőm vagy fi, lányom volt, vagy mim volt. Ez egy hölgy. Aha, és akkor szerintem az a plusz, az azt jelenti, hogy izé... A kék a... Kék a... Hopp! Nem, a... Igen, a kék kell. Már fogunk rögtön kettőt. Hát, ha kell pároztatni. Van itt akkor... Itt van egy izé... Rávó? Hona enemy? Akkor lent van a barlangba. Could it be a Merlin trial? Na, ezeket azért meg... Ezeket azért megpusztítjuk itt így. Jó napot kívánok! Jegyeket, bérleteket, órákat, tép... Ékszereket... Itt tűzkígyó katona. És van. Na. Hát most jól elintéztem. Na. Elnézést. El egy depózó. Rise and fight. Just the beginning. I think not. I must kill. Good job, aren't you? Put that. It's the best you can do. Dead. To your knees. Nem sikerült. Jó van, nyomj egy reduktót. Srácok, csak... Nem tudom, azt megátkozni. Jaj,
De hogy megöltem, és akkor el is mentek a holtak, már hogy ő idézte őket. Van itt móka. Rebellion. Volt, azt hiszem. Valahol itt kéne lennie a... És akkor itt hol van a... Mindegy, ezt most... Aha. És... De nem tudom, hogy mi, de az csak egy félsziget, nem? Ez csak egy ilyen... Vajon oda tartozik? Persze, hogy oda. Na, hol van még ilyen Merlines móka? Ja, itt van, nézd! És ott van még egy. Mindig van. Van den hón. Ott van még egy. Nem, az nem az. Az lenne. Van valami? Szerintem az nem az. Az nem az. Rebellion. Valahol nagyon el van dugva az az egy. Jó, bakker, nézd meg. Szevasz, Gergő! Mi a helyzet? Üdvít nálunk! Szállni. Rebellion. Van. Vannak pókicák. Na, mondjuk ez az egy varázslatos dolog, ez tetszett. El is, ezért is megyek, mert elvileg most, ha még nem tudom mennyit, kihívás teljesült, ez azt jelenti, hogy szerintem még egy ilyen... Még egy ilyen, ezért is akkor már négy ilyen, ez ilyen ősi mágia slotom lesz, ami azért már baszó. Meg is
nézzük, mindjárt ezt megnézzük, ez egy arany, azonosíthatatlan dolog. Kihívások. Felfedezés. Cseplő, még nem. Ha, és akkor itt van. Még egy 12-t, és akkor elméletileg 5. 5 slotom lenne, és most már 4 van. Azért ezzel már baszó vagyok, tehát hogy így... Tudtam volna jönni. Hoppá, ki is tudok menni, jó van akkor. Na nézzük, mi van még itten. Ja, és most vissza kell mennem a Roxa. Hát azt a Merlint még megcsináljuk. Már itt vagyok. Itt a közelben. They know what that means. Merlin trial. Na, ez pillangós. Revelio. Ez itt kérlek éppen pillangós. Úgy látom, hogy itt jól látszódnak a pillangók, nem úgy, mint az előző ilyennél. Lumos. Srácok, holnap meg holnap után nem lesz stream. Legközelebb valószínűleg szerdán fogunk találkozni. Ha minden frankó lesz. Hogy tetszettek a shortsok? Valaki megnézte közületek? Akár YouTube-on, akár TikTokon? Megláttátok a Discordon, kitettem, hogy hogyan működik a TikTok algoritmusa, hogy hogyan jeleníti meg a videókat, és hogy miért van annyi nézőm, amennyi van általában. Na, hol vannak még ilyen... villangók. Na és hogy tetszett? Ott van, ott vannak a villangók. Lumos. Szevasz, Telu! Örülök neki. De kettőt is kiraktam. Jóság, Telu. Hát előfordul. YouTube-ra? Vagy izé Discord-ra? Nem tudom miért. De ment. De ott van a live, mikor ment. 18 óra 1 perckor. Mindegy. Ja, az igen, az... Igen, az a baj, hogy a YouTube-nál nincsen különbség a stream meg a videó kirakás között. Tehát ő ugyanazt csinálja. Tehát az, hogy én most kirakok egy videót, vagy úgymond streamelni kezdek, az a YouTube-nak ugyanaz. Az a baj, igen, hogy most vagy mindig azt hirdetem, hogy elkezdek streamelni, vagy mindig azt hirdetem, hogy izé, de azért teszem bele a képbe látod, hogy live. És akkor... Így amiatt ez mindig egyértelműen live lesz. Visszamegyünk először a szükségszobájába, megnézzük, hogy dugtak-e már a tesztrálok. Igen, a YouTube az nem éppen a... Mondjuk úgy, hogy a streamelésre van kihegyezve. Viszont a Twitch meg nem éppen az ilyen videónézegetésre. Tehát, hogy úgy...
semmi sem jó ebből a szempontból. Hát még van 4 perc. Az egy szarvú az mindig jó. Éppen eszik amúgy. Már. Na ne egyél már. Na menjünk akkor állattanórára, mert az jó lesz nekünk. Állattanterem. Én még van 4 perc a kikelésből. Megyünk tovább a küldetések során. Elnézést. Szeretnék várakozni. Beginner's luck, I say. You'll not... Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Tanuljuk a bombárdát. Ír. Bombárdá! Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead. Try it on the pumpkins. The pumpkinson gyakoroljuk. Ott van egy nagy pumpkins. Dear. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? Apologies, akarok vele bár. Nem érdekel, hogy miért érdeklik az állatok. Very well. Jó van, nem érdekes. Akkor nézzünk az adottságoknál, hogy van-e valami a bombardával kapcsolatban. Sötét varázslat. Ez még nincsen aktív. Arra tartogatok mondjuk. Mondjuk van. Vissza a Roxmortzba. Szevasz, Csonti! Mi újság van? Holnap meló mindenkinek. Kipihentétek magatokat? Most aludtam, tehát most elvileg a 4 perc letelt. Aha. Még mindig 1 perc. Hát azt most már megvárjuk. Nem itt dolgoz. Ja, tegnap dolgoztam, meló volt. Nekem is mondjuk most meló volt. Addig... Nem egy... Nem, átmenjek, addig beszüretelem a többit. Nem gyulladás. Ja! Nem valami belement a szemedbe, hanem izé? Begyulladt? Voltál dokinál? Veszük ide ezeket a madárakat.
tesznek. Aranydudva. Hol? Hol? Hol ilyesmi a varangy? Akkor beszületeljük a cica. Volt még egy, ott is egy cica. A madárnak. És ott valami tollat biztos. Ja, enni is kell neki adni. Aha. Hát én azt javaslom, hogyha nem javul, akkor menjél. Szem nem játék, ezt pontosan tudom a saját példámról. Hol a másik madár? Ott van. Jó. Mindenki megetetve, megitatva. Még az alsóban nem voltam. Na, van már kis teszt rálunk? Van már. Hol van? Egy, ott van a kis teszt rál. I should let Deke know about the newborn thestral. Megszületett az első csikónk. Beszélünk Deke-kel. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little thestral was born. How wonderful to have more thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean to blame? Hogy mész így dolgozni? Az itt Targoncát vezetni úgy elég gáz. Capture a phoenix. The rarest of all beasts that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. No. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs. Not even Master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Na. Legyünk ilyen cuccokat. Még ezeket is leszületelem, ha már itt vagyok. Hát inkább nem. Jó sok. Nem, miért nem esznek? Hát akkor inkább most nem kezdek el etetgetni meg semmit. Mindegy. Menjünk tovább. Hát, térkép. Küldetések. Üz és bűn. Menjünk, találkozzunk a távóval. Hogy tehát a hétvége. Jó, hogy izé. Felfedeztem ott az északi tájakat. Bebugolt. Kicsit bugos ez a játék, amúgy sokszor közön bugba amúgy. Lesz. Csak az átlag. Aha, hát pedig jó idő volt. Én akartam menni úszni, de egy kicsit meghűltem. Úgyhogy...
Nem lett úszás. Használjuk vissza. Ne gyertek. Az is lehet tűzni, mikor a... Melyik a hóhér? Kis hóhér. Ha? Viszont ez nagyon nem jó, ez a bombarda. Jó lesz ez? Nagyon jó. Nem hóhér kéne. Ott van a hóhér. Now to finish the job. Expulso. Aha. Expulso. Expulso. Death from above. Nem tölt be. Megvan, jó. Na. Legalább megcsináltam a kihívást. Lila ruha, egy gyűjtemény, a pusztítás 3. Nagyon jó. Kis pénz. Nem egy kis sál, de pénz lesz belőle úgyis. Folytatom tovább a röpülést. Röpülést, így van, röpül! Ahogy a Zohán mondja. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Na nézzük. Elnézést. Ja, beszélni kéne vele. Azt hittem meg, hogy... Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers. And that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead and gyakorlatilag most úgy állok videókkal, ma annyira felsikerült zárkóznom, hogy május 30-ig minden napra van ki videó. Nyilván ezek az élők vannak megvágva egy órásra, meg a hang egy kicsit felturbózva. De jó. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Megőrzöm a titkot, persze. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something. Persze, ötödikesként vadorzók ellen mész. Az például meggondolatlan. This way. Rebellion. Srácok, ne menjetek ötödikesként vadorzók után. Nem éri meg. Kentaurok. Tread carefully.
An entire castle to Rome, yet you choose to wander here. Látod a szemüvegemet? Oda megyek, ahova akarok. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Jó van. Köszönjük szépen, lóember. Vagyok rasszista, te azért ez sok. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. Csinálnom kéne izéket. Perhaps that's why the Centaurs are suspicious. Láttátok? Az valami berángatta azt a szarvast. Mi volt az? Én vele nem szeretnék találkozni. Begyanítom, fogok. Egy olyan érzésem. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Ez egy pajzs, meg egy sisak. Keresni magam. Akkor reveliózunk. Ez egy nyom. Egy ketrec. Az is egy nyom, meg az is egy nyom. Itt hagyták a ruháikat. Mit megértem ezeket a ruhákat. Egy kalpagácsot is itt hagytak. Ez valami... valami troll páncél. Ez az, így áll vele, igen. Ott hagyták. Egy kicsit erjesztett. Nem számít. Oda menjünk be. Bemegyek én ebbe a vízbe, én találkozni akarok ezzel a valamivel. Na, úgy látszik, a emberre nem éhes. Túl kicsi falat vagyok neki. Anything interesting? Persze. Poachers were here. All sorts of evidence, but I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. No, menjél már. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take. Rócsuk rájuk, azt basszuk meg őket, hát most mi ötödikesek vagyunk. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Mi bajunk lehet? If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. I shan't be having none of your nonsense. Is van egy. Loom me like that again and you'll soon find yourself out now for total disrespect. No, megfordul. Várjuk. Ez igen. Ez milyen csontváz? Valami sárkány lenne?
minister for magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelia! Őket letudtuk. Akkor bemegyünk a sátorba. What in Merlin's name? Are those dragons? A sárkányok? Ha? Az olyan nyakör volt. Sárkány nyakör. Ezt is átjárja az a piros mágia. Dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with Wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only two dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Na hát mindenkit letudok a geci. One foot in front of the next and quiet as can be. Then a what Victor was sinking straight in a blow. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Megvan itt. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Damn, I say we Igen, az a lényeg, hogy háttaláljál mindennek, amikor őrködsz. Neked meg ne tűnjön fel, hogy két ember eldőlt melletted, mert... Vicceteljék. Ez egy láda. Lemegyünk. Hol volt az a láda? Elkerült a figyelmemet. Hoppa. Én ráadásul ez egy elég nagy láda. Csak egy zöld valami van benne. Nézzük a pakodás. Ramrock and the poachers must be working together. Huh? Poppy, something's going on behind you. What's going on, Dan? Aha. The sárkányok mit csinálnak? Azon nincs olyan nyakörv még. They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. What a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? Én most barátkozom a varázslóvirággal, most látok életemben először sárkányt, ja nem másodszor, mert ugye rögtön azzal kezdtünk. Nem félek tőle, már láttam minden. Erőnyerő. Ha itt erőnyerők vannak, akkor... Akkor buli van. De miért nem enged futni? Jaj, de jó. Jó, ott a tojása. Kinyitjuk. Még ez a zármechanika jó szerintem. Szevasz, Reptile! Ez a gyalma, azt hittem, hogy izé. Hol van? Van.
Nem tudom. Ott vagyok mögötted, öreg. Egy kapitulátuszunk. Kell, varázs, vadászó hóhér kell. Hol van hóhér? Van hóhér út? Szerintem nem. Hérünk még, akkor tart csak két. Hol van ez a két? Három, kettő, egy, nem jó, nem sikerült. Letolták. Álljatok már egymás mellett. Három. Aha. Nem, mert megsebzi őket. Na, levegőbe, jó van. Van hóhérunk. Van hóhérunk. Ott van, megjött. És akkor visszajön, visszamegy rá a varázslat. Újság reptály, hogy telt a napod? Szabadul? Lehet, hogy ez rossz ötlet volt. Igen, ez... Néztél már magad mögé? Hopp! Ami? Felnőtteknek nem jutott eszébe protégót vásárolni, csak varázsolni, csak nekünk. Ne vicceljék. Tojását ott hagyta. Terintem. Én nem úgy ismerem az állatokat, hogy azért ott hagyják az ilyen folyásukat. That was a Hebridean.
Lady in Black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. No, helyes. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Huh? Revelio. What, Mick? It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Nah.